Ezek a felvételek márciusban a vírus első hullámakor készültek. A Bátkom Kft. gondoskodott arról, hogy megfelelő fertőtlenítésen essen át a város. Ez is az ő feladatuk. Minden esztendő végén a képviselőtestület meghallgatja a város tulajdonában álló gazdasági társaságok működéséről szóló beszámolókat. A Bátkom 2004 Kft. nevében papétel ügyvezető számolt be a gazdálkodás és a feladatellátás helyzetéről. A számadatok azt tükrözik, hogy ha is amennyiben az elkövetkezendő két hétben nem történik valami fajta rendkívüli esemény, bízunk benne, hogy nem fog, akkor az üzleti tervet tudja teljesíteni a Bátkom Kft. Nem kell az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak forrásokkal kiegészíteni, megsegíteni a 2020-as gazdasági esztendőt. Sőt, arra is lesz lehetőség, hogy a Bátkom Kft. dolgozóit évvégén egy kis jutalommal honoráljuk mindazt a munkát, amit 2020 ben a településünk és településünkért végeztek. A gazdasági társaság kezelésébe tartozó feladatkört a város vezetése a jövőben nem kívánja bővíteni, mondta Bozsolik Robert polgármester. Bevele tartoznak a különböző sportlétesítmények fenntartásai, beletartoznak az oktatási intézmények takarítása, klasszikus értelemben azok a városüzemeltetési feladatok, amelyek közterületen kerülnek elvégzésre, az öltöletek karbantartásától kezdve az utakidak hidak javításáig, és hát emellett az intézmények karbantartási feladatait is a Bátkom Kft-vel próbáljuk elvégeztetni. Komoly feladat, és sokrétű feladat, amit el kell végezni a Bátkomon belül. Nem tervezzük, hogy más feladatokkal egészítjük ki az ő működését. Ezt a működési területet próbáljuk úgy stabilizálni, hogy ez a személyi és technikai feltételek rendelkezésre álljanak az elkövetkezendő időszakban. A Kft. gazdálkodásában a bevételeket alapvetően a városi megrendelések adják. A rendelkezésre álló gépparkkal és szakember minimálisan tud a cég külső megrendeléseket vállalni. A város képviselőtestülete értékelve Papp Péter ügyvezető elmúlt végzett munkáját, továbbra is őt bízza meg a következő ötesztendőre a gazdasági társaság irányításával.